Sziasztok, itt vagyunk újra a Lesson Book 1 végigjátszásánál, és hát átmegyünk erre az új területre, ami a... hát ilyen határvidék régió, nem tudom minek lehetne nevezni. Ahogy itt oldalt, ja, ott is át lehetett jönni, ezt nem is láttam. Már nincsen. Mert sötét van. Nem látom a darazsokat se. Ha elfogyhatnának, mindig darazak. Olyan hangosak a hangok, halk a zene és hangosak a hangok, tehát ezt nem értem, hogy... miért van ez így? Hopp. Egy rabló. Ha jól látom. Ja. Nem, hát ez, igen, ez egy ilyen tolvajszerűség. Olyas, mint amikor már harcoltunk korábban. Most itt valahol éjszakon van ez a rész, konkrétan valahol. Ja, ott van a Border Town fel lehet. Vagy a Lake Atria. Tehát valahol ott. Tágas terület nagy mezővel. Egyébként a ticketet, azt megnéztem, az ami tisztást jelent, hogy valami ilyesmi. Bozótos. Váró tisztása, bozótosa. Ilyesmi. Hopp. Hát itt ilyen tolvajok lesznek, úgy néz ki. Miért talán már? Jó van.
Következő feladatportál megkreálása során bromin gyűjtését szükségeltet, illetve ambergiszét, amit az alambikba kell helyezned. Ez az a szivacszerű valami, az ambergisz, az most nem tudom, a bromin, ami kellett volna ahhoz, hogy csinálsak ilyen mannafelezőt. És én hiáladtam pedig volt pár. És van még két másik eleme, amit hozzá kell adni, mert még a portál készen állna. Elküldöm neked a további instrukciókat hamarosan, Gramuk. Na hát ebből is látszik, hogy a Michael az rosszban sántikál. Ajtó nyílik és felgyalálted egy létre, ami levezet egy nagy mély sötétségbe, egy mélyedésbe. Azonnal megcsap téged az ilyen savszerű illat, alkémiából áradhat lentről a lyukból, ami alkémiai kotyvasztás állhat mögötte ezek szerint. Ah, pont egy ilyen bróménára szükségünk is lesz. Várjunk csak én, igen. Kiderült, hogy akkor itt vannak már a kellő dolgok. Még. Igen, ez kellett, bromin. Ja, itt van ambergis. Első további instrukciók várnak még ránk. Hát jó, majd kiderül. Mi az, ami kell még? Szúrkúr. Ó, alkémia plusz 3. Ez jó lenn. Így akkor nem kell tolnunk hozzá. Be is rakjuk. Ja, nem rakjuk be. De lehet, hogy berakjuk, mert persze sem be elég sokan. 22-es. Lehet, hogy berakod, nem is ér annyit. Így is 20-as lesz, úgyhogy azon meg el vagyunk. Szerintem. Jó, visszatérünk majd még ide. A további instrukciók meg lesznek. Még két elem hiányzik onnan. Akkor a lényeg az, hogy kell vele egy ilyen, ami már van, viszont nekem tök jól lenne máshoz. Egy ambergis, az is megvan. Egy alambik, ami ott volt. Igen. Két dolog kell hozzá. Az alambik ugye ide rakták. Két dolog már benne van. És még kell bele kettő. Akkor inkább berakom ezeket, hogy felejtődjenek el. Majd akkor használom fel, hogyha nagyon-nagyon kell. Ősi ellenség ellen, vagy mit tudom én. Elnyomtam. Tehát akkor most már 6-os az alkímia, ami azért jó, mert dolgokat. Hetes.
hogy nem. Sok varázst. Hát ugye minden este is lesz. Ami ugye... Ja, igen, itt vannak azt hiszem az árusok, akiről beszéltek onnan nemrég. A vicces az, hogy gondolom, azt nem tudom kilopni. Max egy invisibility. Nem csak nem volt, ezt én eladtam, hogy is odajött volna, hogy jöjjök. Nem gondoltam. Csapda volt rajta. Nem volt jó ötlet eladni ezt a... Láthatom a tévé dolgot. Idegen Gunfari a nevem, én vagyok a gyógynövényes és az alkimista itt a határvároskában. Legtöbb idején szabadidőmet a vadonban és a környéket járva teszem meg, vagy a legtöbb hát vadonban való járkálással, kalandozással és különböző ritka reagens gyűjtésével töltöm. Ígérhetem neked, hogy nem találsz jobb alkímiai hozzávalókat, ellátmányokat Darkhold 5 éjszakra, mint nálam. Szeretnél megnézni a cuccaimat? Vagy mi gondolnál egy kis alkímiai tanításra? Hát legyen 200 arany. To train you in level 2 alchemy. Aha. Hát ezt lehet, hogy meg fogjuk még gondolni. Na, ezt el tudnám adni. Jaj, bocsánat. Hú, ez rohadt jó gyűrű, de rohadt drága. Ez nagyon drága. Na, viszont van egy csomó ilyen bromin. Amihez kellett még valami, ja igen, gyökér, akkor azokat így alapból megveszünk. Gyökeret. Predator Sight Lock Melt, aha, zár. Égetés, Trap Kill. Lehet, hogy mégis eladom ezt az alkimia plusz 3-t, mert itt meg tudom tanulni 200. Figyelj, ez 655 ér, csak 3-4-ben valamennyit ad, de... Ja... Megnézzük ezt a... Element Armor Airshield, ez annyira nem érdekes. És fölveszem. Hé, szóval látlantosság ide, persze most nincs bakker. Ah,
Ezt is lehet, hogy megveszem. Ez is kell. Na, megveszük, megveszik. Sajnos kell. Nézzük meg ezt a trackkét, erre kíváncsi vagyok. Aha. Értem, ez gyakorlatilag felrobbant ilyen tárgyakat szerintem, és át tudjuk rakni, és akkor az ellenség a közelébe ér. Ó, megszívja, mint a franc. Ha jól értelmezem. Tehát számomra nem sokat ér sajnos, Predator Site sem kell egyre. A look mert meg gondolom leszedi, szedi az árat, mondjuk ez még akár jó is lehet. Egyébként. Majd veszünk. Még akár jó is lehet. Aha. Hát igazából akkor nekünk nem is kell emiatt, viszont a picklock skill akkor annyira. Most hányosan van? 5-ösen. 6-osan. Na. De akkor arra annyira nincs is szükségünk. Igazából. Mondjuk most olyan nincs is rajtam, akkor mitől 6-os ez? Mindegy, jó lesz ez az alkémiát, meg majd itt fogjuk fejleszteni. Csak nem most. Györeg embert látsz, aki várja a kis, vár egy kis csónakot. Azt figyelj, mikor érkezik ide a partra. Elveszi a pályát és hallatszik, ahogy valamit dúdol magával, mielőtt odaértnél hozzá. Üdvözöllek, idegen Filip vagyok. Remélem, hogy nem azért vagy itt, hogy utat találjál idelve. Mivel most időszakosan lezártam a szolgáltatásomat odafelé. Túl veszélyes. Hogy arrafele rohangásszak többé. Mit csinálsz te itt? Én vagyok a hajós ember itt. A kis skiff hajómat használom arra, hogy különböző kereskedelmi árukat, anyagokat vigyek. Különböző kikötőkből, térmorból az embereknek. De most arra köteleztek sajnos engem, hogy befejezzem ezeket az útvonalakat. Mivel minden... Mivel nagyon veszélyessé vált, túl veszélyessé vált. Hajóval utazás sokkal gyorsabb, mint gyalog menni. Igazán. És elég jól megértem ebből. Csak még hogyha kis utakat is terveztem innen, mondjuk erődelve. Ja, most már ez is túl veszélyessé vált. Amit most meg tudok tenni, hogy várok a békére, hogy visszatérjen. Hogy visszatudjak térni munkámhoz. Mi tette az útvonalat áll idebe, hogy veszélyessé? Ugye azt látod, hogy ez egy nagyon kicsi hajócska. Nem akarom túl
kivinni a nagy tengerre. Mert ne, ez a fajta utazáshoz épült. De nagyon jól használható itt a part közeli útvonalakon még. Amíg közben beszél Filip, a kezét úgy használja, szimulálja a hajó mozgását a partvonali navigálás során. De ezt próbálja utánozni a kezével. Korábban mindenfélét el tudtam szállítani Eridel felé, amikor a hullámok betértek. Aztán ide vissza is jöttem Border Town-ba a visszatérő hullámokkal együtt. De aztán keletre a mocsárba ilyen taknyokkal lett tere. És a tenger parttól, vagy hát a parttól egyfitában mindenfélét köpnek rám. És már nem egyszer fogult elő, hogy majdnem elszélyeztették a hajómat ezzel a korrozív hatású köpetükkel. Ugye szétmarja a hajót. Viszont, hogyha kicsit távolabb hajókázok a hajómmal a tengerparttól, elkerüljem a támadásikat, én azt rizikózom ezzel, hogy benyelne a tenger. Szóval úgy döntöttem, hogy abba hagyom ezt a utazgatást mindennel együtt. Lehet mondja is, hogy hogy mit érne neked, hogyha én elpusztítom ezeket a taknyokat a mocsaras földrészen. Filip csuklik egyen meglepődésére, hogy újra akár mehet majd a megszokott útvonalán. Ó, persze, amíg én mindent megérne nekem. Boldogan fizetnénk neked egy jutalmat erőfeszítéseidért, hogyha eltetned ezeket a undorító taknyokat. Oké, áll az alkohol, és most meg már mondom neki, hogy el is pusztítottam. Ó, nem tudom igazán eléggé megköszönni. Itt van egy kis aranytesség. Nem sok, de ez ami mindenem meg volt eddig. Hamarosan már többet fogok szerezni, hogyha is tudok térni az Aridelli útvonalhoz. Mennyit adott? 300 és 500 XP. Ez kicsit felemás. Na itt van még egy bromin. Sam's Guide to Demon Oil. Hopp, 14 arany volt a kútba. Basszus. Mi ezek onnan messziről észrevesznek, mi nem áll? Nem áll. Most nem vett észre, előbb még észrevett. Mi ez? A három új szem... jaj, minek mondják ezt? Útmutatója a démon olaj készítéséhez. Szóval szeretném tudod, hogy mixelj össze egy kis démon olajra? Egyszerű és jó szórakozás az egész család számára. Először is fontos, hogy jól ismert legyen az alkimiában, mert a egyes összetevők összekeverésének technikája egyes, hát átlagos alkimistáknak sem azt az eredményt hozza, amitre számított volna. Úgyhogy azt tanácsolom, és nem többet, hogy legalább az alkimia tudományának 5. szintje vagy a fölött legyél az alkimia ismeretében, hogy még a legalapabb szintű démon olajat is elkészíthetsd. Ami körülbelül 10 vagy még több potenciális verziót takar. És 15-öt a legerősebb verziókhoz. Bocsánat, 10 kell a kicsitével jobb és hasznosabb verzióhoz, és 15 összint kell a legerősebb verzióhoz. Most pedig a hozzávalók.
Nincs másra szükséged, mint egy ambergrisre, reagensként, és reaktánsként pedig higanyra. De bocsánat, kénre. Csak erre mindig ezeket a... Óvatosan kever össze őket egy üres flaskával, és hamarosan már készülhet is. Ha minden jól ment, számodra egy tökéletes démoni olajban kell legyen részed. Ha a dolgok nem jól mentek, akkor pedig azonnal gyógyászati segítségre van szükséged. Jó, akkor ezt egyelőre így hagyom. Itt. Ez kicsoda. Látsz, hogy halvány és vékony ember. Ki úgy néz ki, mint a fél meddig tünde származású lenne. Legalábbis, ha nem félvérű, vagy akár negyedvérű. Amikor észreveszi, hogy szemkontaktus van már köztetek, láthatóan mocorogni kezd. Üdvözöllek, a nevem Áron. Esetleg érdeklődnél pár leckében az íjászat és a dobófegyverek tekintetében? Én egy végzett lövészmester vagyok. Szóval a legutóbbtól tanulhatnál ebben a kemény és nehéz időkben. Igazán tudnod kéne egy kicsit a arról, hogy hogy védd meg magad nagyobb távolságból a veszélytől. Hát, köszi. Ezek pont azok, amik nem érdekelnek. Legszerint ezt elvehettem, szuper. Nézd mi. A szomjas utazó, hát ez valami kocsma lehet. Egy ilyet ellopunk. Azért van több menni oda át elém. Ezek szerint. Ha bemész a kis kocsmába, észreveszed, hogy milyen... mi van? Milyen időszakosnak érződik. Aha, a falak egyszerűen csak egyszerű téglákból sárral vannak összekeverve, és a padló pedig csak kövek darabaival áll, amik összelettek gyakorlatilag rélesztve egymáshoz földön. És fiatal, hogy köszönöm téged. Üdvözöllek, utazó, Krista vagyok. Tulajdonos ennek a gyorsan összedobott kis kocsmának itt Border, talán Border határvárosban. Van pár tárgyam is, hogyha enni vagy inni akarnál, éhes vagy. És egyéb más tárgyakat is árulok. Mert itt éppen kellő menő emberek szoktak nekünk itt hagyni. Mit hozhatok néked? Mit tudnám mondani erről a területről? Nem vagyok teljesen ismerős ebben a területben igazából. Én csak egy... menekült vagyok. Mint szinte mindenki más itt a környéken. Azt mondom, hogy itt mindjárt keletre van egy nagy erődítmény, amit Shadowbirknek hívnak. Ja, akkor ez az a torony. Aha. Ez egy több évszázad óta álló öreg egyébként a menedék hely volt az eklektikus mágusok kultuszának. Senki sem tudja igazán, hogy mi is van most épp velük. Nem sok mindent tudnak róluk. De engem mindig is érdekelt ez a létesítmény. Amikor éppen arrafelé járok összegyűjteni a gyógynövényeket a mocsárban. Ami arra emlékeztet engem örökké, hogy maradj a területen kívül, ha csak nem szeretnél megsebesülni, ha csak nem vágod a ha csak nem tudod, hogy védd meg magad. Ezek ilyen ugye, taknyokkal vannak tele a területrész. Keresek valami munkát, lenne valami számomra. Nos, talán azt reméltem, találok valaki olyasmit, valakit, nem a beszélni sem tudok. Ki elmenne Grimholdra és szerezne egy tárgyat nekem. Itt látod, katona volt egykor a bátyám, ki Grimholdba állomásodott. Konkrétan egy hadnagy volt. Egy családi, hát ilyen nyakláncot hordott
magával, amíg az édesanyám adott neki jó szerencse gyanánt, hogy addig hogyan, amíg itt a népközösség őrzésében részt vesz. Amikor a kancellár minden elérhető őrt szolgálatba hívott, ő is persze összepakolt, és egy-két órán belül már át is állomásozta. Ott hagyta a különböző cuccait és a loketet is, tehát ezt a nyakláncot, hogy mi a franc az. Most már nem sokat ér, de nekünk így szignifikáns érzelmi tölteteli értékkel szolgál. Mivel Grimholdot lerontták a goblinok, ott tartok, most jobban tartok attól, hogy már soha nem kaphatom vissza. Jó pár száz aranyat fizetnék neked, hogyha vissza tudnád nekem hozni, megtalálnád és visszahoznád ezt a nyakláncot is számomra. Persze, utána néztetek. Tényleg? Ez szuper. Rendben akkor. Van számomra valami egy kulcs a bátyám körletébe. Itt hagyta nekem, amikor errefele járt át, nyugat felé, abban a reményben, hogy majd leszületésében visszaszerezzem, ha nem térne vissza soha. A nyaklánc egy ládában található, vagy egy kabinetben a szobában. Nem tudom, hogy hol vannak pontosan a körletei, hogy hol voltak, de biztosan fogod találni, és azt a zárat, ahova ez a kulcs beleillik. Hát ennek ellenére valahogy akkor én ezt megszereztem ennélkül is. Itt van. Nem csak nézzük meg még egyszer. Brasszloket. Ez hol van? Ja, itt a brasszloket, ja igen, ez a sárga. Ó, köszönöm. Nem tudom, elmondtad ezt, hogy mi boldog vagyok, hogy újra láthatom ezt a nyakláncot. Ahogy ígértem, itt van 200 arany, amikor én többre gondoltam. Igen, na mi van számunkra? Hát akkor ezt majd az izének adjuk el. Legendary Swordman, Art of Brewing. Ezeket szerintem megveszem. Rácsomi 3. Ó, oh, Resist Toxins. Nem lenne rossz amúgy. Gravedigger Flame, Lantern. Mink ezt fény biztosítana. Invisibility, ezt már veszük is, nem? És... akkor könyveket majd mindjárt nézem. Bar of Copper, ez mire jó lesz megvenni? Mindjárt visszajök ide, csak megpróbálom akkor ezt a ládát egy láthatatlansági tallal megoldani. Jelentőleg van egy ilyen. Igen, ez várható volt, de egyre nem támadnak meg. Jó, akkor eszük ide, elészük az invisibility italt. Aha. De jó, csak most meg egy nagy lószar van benne, bakker. Természet. Előbb tök jó volt benne, most meg semmi. Jaj. Ezt akartam. Ez kicsit vicces. De hogy ennek nem tudok. Oké, nem adok. Mit akarunk eladni? Ezt. Adott ezt a kulcsot, akkor nekem már elvileg nem kell. Szerintem. Na jó, mi az, ami még itt kell, hát... ja, igen, a már említett könyvek. És megveszem az összes, azt meglátjuk, hogy melyik nagyon hasznos.
Hát ez ilyen árnyék való elbújás. De nem látom értelmét. Hát mint a Shadows. Bár ha nem volt drága, akkor végül is tök mindegy. Igen, ez az alkímia alapjai. Majd meg a Spot Hidden. Ez mondjuk jó, akkor ezért nem veszem, csak meg a... Melyik volt ez? Ez alkímiás. Az már ezek szerint megvan. Jó, tehát akkor ezt veszük meg, meg ezt. Jó. Jó fog jönni. Úgy érzem. Na és majdnem vissza is veszem azt, amit eladta. Nem sok hiányzott. Másit szerintem most nincs. Ez lenne rossz egyébként, de... Sajnán nem sokat ér. Jaj, ne! Franz veszkelt volna. Nem fogom tudni ezt kinyitni. Special, valakinek kell ezek szerint majd. Látsz egy kovácsot egy nagy kalapást hordva, felnéz rád, ahogy felé közeledsz. Hé, utazó, gyere ide, én vagyok Erik, és ez az én acélműhelyem itt a határvárosban. Kérlek, hadd mutassam be, hogy min van. Tudom, de valamit erről a kis falucskáról? Ezt a kis tábort határvároskának hívjuk. A legtöbb ember itt, magamat is beleértve, arra kényszerült, hogy elhagyja otthonát. Valahol máshol utazva, Termorba. Ez miatt az átkozott a tábor miatt. Így mindannyian éjszak felé utaztunk, abban reménykedve, hogy áthaladhatunk Darkfold felé, és elérhetjük a nyugati földrészeket. Sajnálatunk, hogy Darkfordot lezártak a kancellár, és az őrök nem engednek senkit se át oda be. Szóval így mi magunk készítettük el gyakorlatilag ezt a időleges hosszabban tartó otthonainkat ezen a területen, várva azt, hogy a kancellár majd beenged újra a Darkfordba, hogy áthaladhatunk nyugatra újfent. Már egy éve várakozunk. Mi ez a Darkford? Milyen hely az? Darkford egy erődítmény, ami őrzi az Azur áthaladási pontot itt a mi határvidékes területünkön keresztül, ami elválasztja a keleti és a nyugati földrészeket Termornak. Tehát a keleti és a nyugati termori földrészeket elválasztja egymástól. Ez tényleg a leggyorsabb és a legbiztonságosabb útvonal nyugatra, a Bástya gerinc felé, Termor fővárosa felé. Erik letörli a izzadságát a szemüldökéről kesztyűjével. Addig, amíg Darkfold nem nyílik meg újra, hogy ez a háború nem ér már véget, mi csak itt ragadtunk egyszerűen. Úgy néz ki, hogy a legjobbat vesztek ki egy adott szituációból. Erik kaparja a torkát, nevet egyet, és várán nyugtatja meg kalapácsát. Igen, úgy vélem én is. A Darkfordi kapitány néha rendel tőlem különbözőféle ellátmányokat, nyersanyagokat, így elég sok munkámban fenntartani a katonák fegyvereinek minőségét és mennyiségét, nem említve az utazók és kalandozók ellátását, mint te is. És hát úgy vélem, hogy többet teszek itt az üzlettel, és jobban üzletelek, mint valaha Vélában, ugye az ott van délnyugatra település. De ennek elére továbbra is nyugodtan örömmel adnám fel az itten lévő munkámat, hogy újra hazatérhesse. Mi történt Vélában? Az ugyanaz a dolog, ami már nagyon sok más várossal és faluval Termor szerte.
A háború kezdete után elkezdtünk megvédni magunkat a szalamanderek és a vérszívók ellen. Ilyeneket ugye nem egyetőltem már. Amelyeket a föld alattról küldte az orákúr néfe. Ez nyilvánszi dolgot jelentett nem többet számunkra, de aztán jöttek a goblinok. A Krakamir felől jöttek. Feljöttek a Nimjai folyó felől nagy számokban. Ameddig csak lehetett, mi föltartottuk őket, de aztán azok a rohadékok áttörték áttörték azt a védelmi helyet, ami a feleketlen tó vizének visszatartásért felelősen gyakorlatilag ilyen kart védte, amivel ugye el lehet zárni ezt a részt. Így belát elhasztották, túlélők pedig ugye elmenekültek. A kancer azt mondta, hogy a goblinokkal nem nagyon kell számolnunk. De láthatóan nincs ötletes az, hogy mivel állunk itten szembe. Egy kicsit most el vagyok szegényedve. Nem lenne valami munka a számomra? Van talán valami számomra, de a munka rohadt kemény. Gunther az acél kovács lent a Blackwaterben. Rendelt tőlem egy tárgyat, amit össze kell... akartam oda jövettek, jó basszus, amit eszembe... Hogy össze kell így forrasztanom, vagy mi a franc. De nem találtam utatmódot arra, hogy elvigyem neki. És 70 fontot... nyom, ez a probléma. Miután a háború elkezdődött, Thermor összes lovát össze kellett gyűjtetni, hogy használhassák katonai célokra. Szóval nincs más út és mód, hogy elvitessem, mint hogy valaki mással kelljen elvigyem ezt a nehéz súlyú tárgyat. Kiötlöttem azt, hogy valaki, aki erős, visszavihetné, és aki ismer valami mágikus tudást, kitalálna valami transportáló metódust oda lefele Blackwaterbe, hogy eljutattassam ezt a tárgyat. Talán te egy olyan srác vagy, aki én keresek. Jelent elfogadnád, ne felejtsd, hogy 70 fontot nyom. Ha sikeresen viszed Gunthernek, ő 600 aranyt fog fizetni neked. Nagy munka ez, de nagy pénzzel, nagy italommal is jár. Igen, állom a feladatot, hát mondjuk az érdekes az. Szuper. Krőcúból az mi is basszus. Valami olvasztott fém, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ott található a ládába a kályha és a fújtató mellett. Nem túl nagy, de kemény kerámiából készült, és rohadt nehéz. Ne feledd, hogy akkor fölemeled, legyen elég erős a lábad és kezed. Fel tud emelni, mert ha nem, akkor maga dob vissza téged. Sok szerencsét. Ez az? Hát akkor ez egy ilyen kerámia. Mozogni se tudok, bakker. Ja. Majd csak is, ha kiszedem a cuccaimat. Akkor se tudok mozogni. És ha berakom a cuccaimat. Hát remélem, hogy nem vesznek el. Ja, azt hiszem, hogy ezt nem is kéne hordanom, basszus, mert... Ja, de mindegy, hogy most a leltárban van, vagy a... nem lesz az meg. Még így sem. Szálladig tudom levinni a dolgot. 99-ig, most se tudok menni. Na, nem csak azt hiszem, meg tudom csinálni valahogy. Ja, még ezt is el kell rakni. Mi nyom ennyi basszus, hogy...
Ja, mert csak 80-at tudok vinni, ja persze. Az meg maga 70-et tol. Hát igen, ez igaz. Nincs valami olyan varázslatom, ami megoldja ezt a problematikát. Jajajaj. Ajajajaj. Kettes csizma, kettes gatyász. Aha. Ülésen, hát azt meg fogom azért leváltani. Hát ez szuper, ez ilyen rohadt nehéz. De akkor azt csináljuk, hogy... gondolkodom, hogy mit tudnám csinálni. És ezt megvesszük. Ezt is eladjuk, ez csak egyet él. Hát akkor ez egy nagy dolog volt. Ötös kard. Kívül kettes. Rajzseni négyes. Háras. Ruci. Feeling háras. Hát ezek nem jók. Sajna, Legending 3-as Demon Whale 2-es öv. Na ez még nem lesz, Kartografi plusz 2. Ah, de Divination az nekem többet ér. Ez a plusz 2 strength-et ad. Ez plusz 3-as, annyira nincs semmi, ami jobb lenne. Kettő nekem megvan. Hát szuper, nem tudom elvinni, basszus. Hát nem csak ezek megnyomnak sokat. De Titan Lux import, nem de kettőre azt írja. Meg erre is. Valami ez majd kellene ezek szerint. Hát szuper, ki kell fundálnom, akkor mit tudnék csinálni, hogy ezt elvigyem, basszus. Nem voltam annyira messze tőle, de azért. Miért tartottam benne? Lehet, hogy ezt mégis el kéne adnom. Ezzel főtölni. Ez rohadt sokat nyom. Hetet nyom, basszus. Az nagyon sok. Elég sokat is az... Ja, azért. Azért még többet. Elég is azzal is tudom azért zúzni dolgokat. Á, de akkor is 110-et kéne cipelnem. Most van 88. Durván 90, tehát még egy 20-at kéne hozzácsapni. Ez valami teleport mód is van, azt mondta. Szerintem szemket még emelnem kell majd.
még ezek is itt vannak, meg melyik nyomnak? Nyom egyet, másfelet, hát durva hármat. Még nyom. Négy kiló. Nem sokat tovább, másfél, öt és fél. 5,8. 6. 6,5. Mondjuk 6,5. Meg még az a 7,5, ugye? Vagy 7. 7, 13 egész. Nem tudom mennyi. Számolgatom, hogy tudnám megoldani a dolgot. De hova kell ezt vinni? Mondjuk már oda kell vinni, ahol még nem is voltam, akkor tök mindegy. Á, Blackwaterről. Még nem is voltam, úgyhogy. Akkor szanyagoljuk egyelőre. Meglátjuk, még ott nem is voltam, úgyhogy... Pihi! Hm? A franc, nem lehet aludni itt. Mi van? Csak nem támadnak meg. Ott van a mi banditák. És itt mi a jó kedves van? Szóval ez, ami le van zárva, gondolom az út. Előtted a nemzetközösségi őrségének egy tagja, teljes harci páncél van. Láthatóan szinte érzelemmentesen átgálhat, és nem is veszi észre, hogy jössz felé. Hey, állj meg! Darkfold! Zárva van. Egy ember sem mehet át a kancellár engedélye nélkül. Fontos dolgom van nyugatra, kérlekedjen egy át. Utasd meg nekem a kancellár karkötőjét, és átengedd meg. Ha nincs karkötő, azt javaslom, húzz el innen. Vagy iszonyat sokat kell érte fizetned. Ez is még mindig... Hát ugye pedig ugyanaz van. Ez valószínűleg majd át lehet jönni szerintem. Úgy vélem. Hát azt vártam, hogy itt lesznek jó varázslatok, de egyszerűen nem nagyon. És pénzem sem nagyon van. Hát, nem tudom azt, hogy fogom elvinni, azt nem ki kell matekozni. El tudjam vinni, így mesztelenül körülbelül. Meg ide nincs is, jól láttam, hogy nincsen. Oh! Nincsen... gyors utazó opció. Úgyhogy... Hányan vettek meg? Ládikát élviztek. Mondjuk jó cuccok vannak, jóra szaladni, plusz kettő intelligenciát, ez a megvan mondjuk, de mind a kettő, de eladásra jók lesznek. Ha másra nem. Úgy látszik, hogy a terület ennyi volt. Gondolkozok, hogy
és úgy sem tudom még elvinni, nem voltam még Blackwater-be sem. Tehát akkor Strength-hez mindenképp raknunk el majd ezek alapján. Sajnos. Ez azt sem rakok oda egyet, meg az intelligencia az egyet. Szerintem. Meglátjuk. Jó, visszajövünk Adidelvel. De ott van Border Town, várjunk csak, hát akkor... Hol van itt a... Gyors utazós cuccelerálni. Hogy vettem el mellette? De szerint sikerült eltántorolni mellette. Ezt kell talán megnyomni. Aha. Blackwater vele Ronloft van még. Igen, ezeket eladjuk szépen. Sokkal több pénzem ugyan nem lesz tőle, de... Ja. Hát van megint majdnem 2000-ünk, de ez nem sok sajna. Úgyhogy... Hát ja. Most kell majd még tenni. Én az alkimista fejlesztés az jó lenne, de... Drága mulatság még. Milyen, most nem aludhatok? A jó, üres franc. Nem lehet aludni. Jó, akkor visszajönk el idelve. Ja, you can't analyze our meal. Ja. Jaj, vannak még barátaink itt. Vagy honnan jöttek? Jaj, megsegíteni? Jó. Azt, amit ott. Ahó. De még ennek? Milyen jó fene van itten? Lehet, hogy azért mert felfedeztük a... Vádikát. Mi történt, de... Köszönöm, hogy jöttetek. Ezt nem tudom adni. Ezt meg elolvasom. De ezt már olvastam, azt is el tudom adni. Akkor elmegyünk ide. Már érdekes, hogy körülbelül a játéktér felét megnéztük, de már a nagy része az utazható gyors tudással. Érdekes. Ó, slot hidden plusz 3. Rossz. Invisibility. Lehet, hogy kéne vele venni egyet. De annyit tudok csinálni, akkor minek. Jelen nem tudok, mert... Veszünk egyet, azt hiszem, látjuk, hogy lehet, hogy meg tudom használni. Vegyünk kettőt. Itt más nincs, ugye bár. Talók vannak még, azokat is nem akarok használni. Oké. Irány a kovács. Amíg jó fog élni majd a Blackwater-be, meg ezekben a városokban. Elvigyem a cuccokat. Na, nem tudom, hogy ezt hogy lehet elérni. Na. Milyen jó vagyunk.
Screaming. Nos, ez gyengék van számunkra. Sajnálatos módon. Hát, jó kérdés, hogy merre menjünk. Majd legközelebb, de valószínűleg hát ilyenekkel mindenképpen kell menni. Az a raptorok azt gondolom nem tanácsos még. Az alapján, amit mondták. Hát eddig a 100 aranyat elkötöttem olvas, úgyhogy ezt most nem sajnálom. Igazán. Hát, gondolkodok, hogy hova menjünk. Szerintem a Grimhold West lesz a megoldás. Igen. Erősen úgy érzem. Egyel följebb mondták, hogy ne menjünk nyugatra azonnal, mert bajok lesznek. Tehát erre kell menni nyugatra, meg egyel lejjebb érdemes még nyugatra menni. Láthatóan. Szellemet mind döntöm leverni egyel lejjebb, basszus. Hol vagyok? Ja, ott. Mindig kéne már egy tűzladó, nem tudom, hogy az egyen jobb ilyen támadó varázslat. Azért nem tudom leverni a szellemet. Toronyban is gondolom még húzós a helyzet. Shadowmere-be. Nem tudom berakni ilyen tojásokat, és meg kell nézni, megnézem, hogy hol van még a másik két tojás. Egyik már megvan, azért egy ingyen plusz szint az jó jönne. Hiába. Plusz skill-ek ingyen plusz. Értéknevelés. Azért az jó jönne. De kép. De a szerencsére van, hogy egy gyors utazás, akkor simán ott hagyom a cuccaimat. Akár messzerenül oda megyek és elviszem ezt a cuccot Blackwaterbe. Ezt nem fogom tudni oldani, de hát nem tudom, mikor lesz 110 az LBS-em. Nyugat Tanglewood. Hát akkor innen fogjuk folytatni, eddig is úgy tudom tőletek. Sziasztok!